OTF. Ma is így hívják, ez a két betű hirdeti a homlokzaton, TF, azaz testnevelési főiskola. Pedig ma már egyetem, 1975 óta működik egyetemi rangban, és 1989-től így is hívták, testnevelési egyetem. A TF ma a Semmelweis Egyetem testnevelési és sporttudományi kara, de azért mégiscsak TF. A Magyar Királyi Testnevelési Főiskolát 1925-ben alapították, Klebersberg Kuno kultuszminiszter bábáskodása mellett. Az akkori közgondolkodásból eredeztethető szándék, hogy a nemzetnek egészséges, edzett ifjúságot kell nevelnie, az akkori politikai szándékokkal is összhangban állt, így megnyíltak a források a főiskola megalapítása érdekében. Először csak testnevelő tanárokat képeztek itt, később ehhez társult az edzőképzés. A főiskola keretein belül mindig is működött sportklub, és működik ma is. Ez a TFS-e. Folyamatosan, ahogy a maga az intézmény is fejlődött, a tudományskutatás is nagy teret nyert, elnyertük annak a lehetőségét, hogy egyetemi képzést is folytathassunk. Erre 1975-ben került sor. És közben egyre bővülő palettán nőtt a szakok, tanszékek száma. A testnevelő tanár és edzőképzés mellett megindult a gyógytestnevelő tanárképzés, rekreációs képzés, egészségtan tanárképzés és sportmenedzser képzés. És utólag pedig a humán kineziológia, mint egy olyan disziplina, amely nem csak a sport, hanem az egészségtudomány területére is átnyúlik. A 2000-es évek a bolonyai folyamat szerinti reformokat hozták magukkal. Eddig 4 éves képzést folytattunk, most áttértünk a bolonyai folyamat kapcsán a 3 éves alapképzésre, a bachelor képzésre, ezt követi a 2 éves mesterképzés, majd a legtehetségesebbek bekapcsolhatnak a doktorképzésbe, ami 3 éves. Az új struktúra szerinti alapképzésben 4 szakon lehet tanulni. Testnevelő edző, rekreációszervezés és egészségfejlesztés, sportszervezés, humán kineziológia. Továbbra is nappali vagy levelező tagozatot választhatnak a hallgatók. Az oktatás mellett, amely természeténél fogva a sportágak tevékeny gyakorlását is jelenti, a szakmai gyakorlat, tanítási gyakorlat, kutatói munka, edzőtáborok segítenek a hallgatóknak szakmájukat minél szélesebb tapasztalatok által elsajátítani. Az alapítás évétől az intézményben mintegy 80 magyar olimpiai bajnok szerzett diplomát. Olimpiai, világ és Európa bajnokok egész sora koptatta és koptatja ma is a TF padjait. Az egyetem díszdoktorai között tudhatjuk a nemzetközi sportdiplomácia és a sporttudomány jeles képviselőit. Mi képezzük a szakedzőknek a 100%-át Magyarországon jelen pillanatban, vagyis minden sporteredmény, ami az edzői tevékenységhez kapcsolódik, az közvetlenül a TF-et is jelenti. De nem az élsport szakembereinek képzése az egyetem fő feladata. Megyünk a sportpályára, örömet okoz számunkra, miközben az egészségünket védjük, a stressz helyzeteket feloldjuk, és amikor befejezzük ezt a tevékenységet, örömérzés fog el bennünket, mondhatni azt, hogy az életminőségünket javítjuk. Tehát amikor sportról beszélünk, vagy TF tevékenységéről beszélünk, akkor ennek egy része az élsport, de egy nagyobb része az egész társadalom egészségének, életminőségének megőrzésére irányul, és úgy gondolom, hogy ez a jelentősebb feladat a TF-nek. Szellemet, erkölcsöt, erőt egyesíts! Ezt a jelszót hímezték 1925-ben az újonnan felállított Magyar Királyi Testnevelési Főiskola alapítói zászlajukra, és azóta is e 3-as jelszó szellemében végzi munkáját e nagymúltú egyetem. Hivatása, hogy a hagyományokat ápolva, új, immár nagy egyetemi körülmények között is a testkultúra, a testnevelés és a sport számára képzett, nagy és korszerű tudású, jól nevelt, egészséges testű és lelkületű, diplomás szakembereket bocsásson útjukra. Azért választottam ezt az iskolát, mert a csapattársaim is ezt az iskolát végezték, és nagyon-nagyon
jó véleménnyel voltak az iskoláról, és nagyon javasolták nekem. A legmagasabb szinten képeznek bennünket. Nagyon fontosnak tartom a játékokat, amiket tanulunk, most például van a testnevelés és játékok tantárgyunk, mert tényleg akármikor hasznosíthatjuk őket. Az egyik legfontosabb az élettan és az edzés elmélet. Nagyon szigorúan is veszik itt a suliba. Minden sportágnak az alapja az atlétika, atlétikus mozgás. Nagyon sokfajta sportot kipróbálhatunk itt, úgyhogy nekem nagyon tetszik. Nem olyan fontosak, de olyan pluszt adnak, hogy hát unalmas lenne az élet nélkül. Az egész világon nagyon híres a TF, tehát ez mindenhol ismerik ezt a nevet. Nagyon szeretek ide járni, ez egy ilyen teljesen családi suli. Itt mindenki ismer mindenkit, mindenki köszön mindenkinek, mindenki is derül, még a falnak is füle van. Nagyon jó, mint egy hatalmas család, én csak ajánlani tudom. Tass Olga, pár nap múlva a gerendán igyekszik dicsőséget szerezni a hazának. 18 éves voltam, amikor bekerültem a testnevelési főiskolára, szinte felvételi vizsga nélkül, csak végig flikflakkoztam a tornaterembe, és már rögtön mondták a felvételiző tanárok, hogy üljek le, és fel vagyok véve. Aztán bekerültem, mint jó tornász voltam a válogatott keretbe, aki a londoni olimpiára készültek, és hát elmondhatom azt, hogy 19 évesen első válogatottságomként kikerültem a londoni olimpiára. Nagyon jó volt a TF, hozzásegített, mert sokoldalú képzés volt, tehát nem csak tornászni kellett, hanem mellette atlétizálni, labdajátékok voltak, kosárlabda, kézilabda, és amellett egy nagyon jó közösség volt. Ugye akkor még csak 20-20 embert vettek föl egy évfolyamba, 20 nőt, 20 fiút, és tulajdonképpen nagyon összetartott a csoport, és mindenki mellette sportolt. Szinte mondhatom azt, hogy élsportolt. Valahova kötődni kell. Legyen a sport, vagy ének, vagy néptánc. Na most, ha egy közösséghez tartozik az ember, különösen a sport közösségéhez, egész más ember lesz, sokkal keményebb lesz, sokkal jobban tudja az élet gyűrődéseit elviselni. És én azt mondom, ez nagyon fontos ma. Na most itt az a baj, hogy kiskortól kellene, általános iskolából. Én, ha miniszter lennék, én kötelezővé tenném, minden nap legyen testnevelés. Ami az élsporttal kapcsolatos, azt már megtanultam, és most a tömegsport, ami nagyon fontos még számomra, és szeretném azt is egy picit jobban csiszolni az agyammal. Nagyon fontos, hogy az emberek megtanulják azt teljes mértékben az alapjairól, amit csinálnak, nem elég csak a gyakorlatban űzni, elméleti dolgokkal is kell foglalkozni. Nagyon sok olyan kérdésre kaptam választ a tanulmányaim alatt, amit nagyon-nagyon jó tudni, hogy ne csak véletlenül sodródjon az ember, hanem pontosan tudja, hogy mit miért csinál, vagy mit miért ne csináljon. Magát az edzéseket, a saját testemet, akár a szellemi oldalát az embernek, hogy abban az irányba tudtam fordítani, ami a leghasznosabb és a legoptimálisabb volt. A TF-en nagyon sok olyan dolgot tanulunk, ami a sportban elengedhetetlen, és nagyon sok sportoló nincs tisztában ezzel a dologgal. Beszélhetnék itt a táplálkozásról, itt az edzés elmélet kapcsán nagyon sok olyan jó dolgot tanultam, amit tudok hasznosítani versenyeken, világversenyeken. Sokszor azt hiszi az ember, hogy kis dolgok ezek, de hogyha ezeket a kicsi dolgokat összerakjuk, ez egy nagyon nagy egységet alkotnak. Mérlegeltem a TF-en szerzett tapasztalataim alapján is, és tényleg a legjobb tudásom szerint és az itt tanultak szerint próbálom majd a legjobb formámat kihozni, és tényleg bízom benne, hogy segít. Nagyon jól elsajátítottam, én úgy gondolom ezt a relaxációs tréninget, ami nekem nagyon-nagyon hasznos és nagyon bevált. Én úgy gondolom, hogy néha csak egy 5 másodpercre is, de összebírom szedni a gondolataimat, és tényleg egy mate és egy gyime között, amik tényleg nincs sokszor 5, akár 3 másodperc is, az alatt át tudom gondolni, hogy mit is kell ennek tudatában most, mert tényleg megpróbálok ilyen nagy hibákat nem elkövetni tényleg, és magamnak is, hogy oda tudjak figyelni, ne csak az edzőnek kelljen figyelnie rám. Magyarország hírét a nagyvilágban nem csak a bűvös kocka vagy a gulyás viszi szét. Természetes, hogy a magyar sportsikerek is növelik respektünket a világban, de becsülnek minket azoknak az edzőknek a munkája nyomán is, akik külföldi kluboknál versenyzőkkel végzik munkájukat sikeresen. A TF alapítás után nagyon gyorsan a nemzetközi élet vérkeringésébe került,
és nagyon hamar elnyerte a nemzetközi sporttársadalomnak a megbecsülését. 1938-ban a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke egy oklevéllel és egy díszes serleggel ismerte el a TF sportban, nemzetközi olimpiai mozgalomban eltöltött szerepét. Keresettek a nemzetközi sportvilágban a magyar edzők, és ezeknek az edzőknek a zöme a TF-en szerezte diplomáját. Éppen ezért fontos, hogy a TF nagy hangsúlyt fektet a nemzetközi kapcsolatok keresésére és ápolására. Európában körülbelül 30 európai egyetemmel van olyan programunk, ahol diákcserét és tanárcserét tudunk végrehajtani. Azon keves magyar intézmények közé tartozik a mi karunk, ahol többen jönnek, mint mi küldünk ki diákot. Tehát nagyon keresetnek tűnik. Szemeszterenként körülbelül 15 hallgató jön általában Európából az Erasmus program keretében, és körülbelül 10 hallgatónk megy ki egyetemekre. Mi pár éve kezdtük el azt, hogy a PhD hallgatóink is kimehetnek. Azt gondolom, hogy ezek a programok elsősorban a PhD hallgatóknak lehetnek gyümölcsözőbbek. Különleges együttműködést alakított ki az egyetem a kanadai Western Ontario Egyetemmel, ahová a magyar hallgatók átjelentkezhetnek, és a hazaival együtt megkaphatják a kanadai diplomát is. Több japán egyetemmel van olyan közös programja a TF-nek, amelyben egyfelől alapszintű, más programban PhD szintű hallgatókat fogad a japán fél, de dolgozott itt Magyarországon a magyar kollégákkal közösen egy japán professzor is. Csábító lehetőség egy nemzetközi programban részt venni, vagy cserediákként látogatni egy külföldi egyetemet. Lehetőség, hogy megismerkedjenek más kultúrákkal, más gondolkodásmóddal, és persze más kutatási feltételekkel is. Mindemellett a TF tovább szélesíti külföldi hallgatók számára indított kurzusainak palettáját. Az immár közel 20 éve zajló angol nyelvű képzést újabb szakokon tervezik beindítani, így a humán kineziológia, rekreáció és sportmenedzser szakokon is. Tudják-e, hogy a népszerű csokoládé emblematikus figurájának modellje Széchenyi József diszkoszvető bajnok, a TF atlétika tanszékének vezetője volt? És hogy olyan nagyságok végeztek itt, mint Zsibolcki Gyula, Kulcsár Gergely, Németh Angéla és Németh Miklós? Az atlétika mindig a testnevelés alapja volt, és így volt ez 1925-ben a Magyar Királyi Testnevelési Főiskola megalapításakor is. És így van ez ma is, bár ma az atlétika már csak az egyike az egyetem számos sportági tanszékének. A tanszék vezetője Szalma László egyetemi docens, 830 cm-es csúcsával magyar csúcstartó távolugró. 1985 óta nem szárnyalták felül Magyarországon rekordját. 1978-ban, 1983-ban fedett pályás Európa bajnok. Az atlétikus alapképzést egy fél éves tantárgyunk, ami tulajdonképpen minden sportág alapjait felöleli, és minden sportágnak az alapja. Tehát a különböző futások, ugrások és dobások gyakorlataival, atlétikus képességfejlesztésével próbáljuk megadni az alapokat minden sportághoz, mert tulajdonképpen nem csak az atlétikának, hanem a kosarasnak, labdarúgónak is szüksége van arra, hogy különböző atlétikus képességekkel rendelkezzen. A három éves alap bachelor képzésben a hallgatók atlétikai alapképzésben vesznek részt, fejlesztik állóképességüket, gyorsaságukat, erejüket, atlétikus képességeiket. Megismerkednek az atlétika alapmozdulataival, a futások, ugrások, dobások technikai elemeivel. Tanulnak az atlétika eredetéről, történetéről és a mai atlétikai sport szervezeti felépítéséről, versenyrendszereiről. Megismerkednek azokkal a gyakorlati feladatokkal, amelyekkel majd ők is fejleszthetik tanítványaikat, versenyzőiket. A magasabb szintű képzésben, a mesterképzésben kiemelt szerepet kap az oktatás metodika. Mint hogy az atlétika minden sport alapja, fontos, hogy a gyerekek már korán megszeressék ezt a sportot, az atlétika elemei beépüljenek mozgáskultúrájukba, hogy ennek segítségével a sportos életmód egy életen át tartó jó szokásuk legyen. Ahhoz, hogy ez a korai szocializációs folyamat jól sikerüljön, értő és az atlétikát jól ismerő tanárokra, szakemberekre van szükség. Az ő képzésüket tartják legfőbb célnak az atlétika tanszék oktatói. A gyakorlati munkára, edzésekre, a tanszék rendelkezésére áll a szabadtéri atlétikai pálya, illetve a versenyek rendezésére is alkalmas,
hatalmas atlétikai csarnok. A gyakorlati munka mellett azonban jelentős a tanszék elméleti tudományos munkája is. A különböző kutatásokkal, amivel foglalkozik a tanszékünk, az állóképességfejlesztés témakörében, illetve a különböző ugró, dobó versenyszámokban történő kutatások. Most az első évfolyamnál futó programunk különböző szögdelő gyakorlatok, emelkedő lejtőn, síkon való összehasonlítása, elemzése. Nagyon kíváncsian várom az eredményét, hogy mi fog ebből majd kiderülni. Az atlétika tanszék koordinálja a triatlon, korcsolya, kerékpár, íjászat képzését is az egyetemen, de Szalma László személyén keresztül a golf oktatását is. Talán első hallásra a magyarázatra szorul a TF egyik népszerű szakának neve rekreáció. Pedig a fogalom nagyon is közel áll a sportvilágához, és természetes helye van a sporttudományok között. A rekreáció, recreation, nemzetközi értelmezésben a szabadidő eltöltés kultúrája. Azon belül is a jó közérzet, a jól érzés, a jól lét, a minőségi élet megteremtése. A munkában elfáradt ember aktív kikapcsolódását, pihenését, felfrissülését, munkaerejének, munkavégző képességének bővített újratermelését és a többévállást is jelenti. A rekreáció egyik célja az ember egészségének megszilárdítása, illetve szükség szerinti megújítása, harmonikus életvitel kialakítása, ezáltal jól megélt hosszú élet, alkotókedv, pszichomotoros megújulási képesség és készség, tovább az optimális fizikai, lelki és szellemi teljesítőképesség állandósítása. Számos más eszköz mellett a rekreáció egyik legfontosabb eszköze a testmozgás, a sport. Talán így pontosíthatjuk magyarul, szabadidő sporttevékenység. A rekreáció szakot a sportmenedzsment és rekreáció tanszék működteti. Hogy hogyan függ össze a rekreáció és a sportmenedzsment, arról dr. Hábil Nyerges Mihály egyetemi docens, testnevelő tanár, szociológus PhD doktor tájékoztat, a tanszék vezetője, a kar korábbi dékánja, akinek oroszlán része van mindkét szak létrehozásában. A TF-nek mindig is legfontosabb képzési területe a tanárképzés volt. A 60-as évektől kezdve pedig úgynevezett sportszervezői, sportvezető képzéssel is elkezdtünk foglalkozni, mert hisz a egyesületeknek, szövetségeknek, a magyar sport különböző vezető szervezeteinek szüksége volt olyan szakemberekre, akik a sport szervezéséhez, vezetéséhez, ma azt mondanánk inkább, hogy menedzsmentjéhez értenek. Az, hogy a szakemberképzés egyetemi szinten is elindulhasson, a rendszerváltáskor vált lehetővé. Ekkortól lett igazán tétje a sportmenedzseri munkának, hiszen a top sportot, az élsport elitjét kivéve az állami támogatás biztonsága megszűnt, a sportolás feltételeit a kluboknak, nagyobb részt a szövetségeknek maguknak kell előteremteniük. Nem csak a topsportnak, élsportnak, versenysportnak van menedzsmentje, hanem és fontos a társadalomban, hanem legalább ennyire, hanem még inkább fontos lenne az úgynevezett régen tömegsportnak mondtuk, ma inkább azt mondanánk, és azt a kifejezést szeretjük használni, jobban kifejezi, hogy szabadidősport. Na most pontosan ennek nehéz a menedzsmentje. Éppen azért, mert itt meg kell teremteni a forrásokat. Na hát ez a filozófiánk alapja, ugye, hogy a sportmenedzsment és a rekreációs tanszék közös együttműködésben próbálja kifejteni a tevékenységét, amiben ugye a sport különböző területeire próbálunk, úgynevezett szervező, vezető, menedzserkedő sportszakembereket felkészíteni. A sportmenedzsment és rekreáció tanszék külön-külön, illetve együtt a 2000-es évek eleje óta működik önálló tanszékként. A bolonyai folyamat szerinti alapképzés 2 éve folyik mind a 2 szakon. A sportmenedzser szak alapképzése sportszervezői végzettséget ad. 2008. szeptemberétől a Corvinus előtt közgazdaságtudományi egyetemmel közösen beindul a sportmenedzser szakmesterképzése is. Most van előkészületben a szakindítási dokumentáció, rekreáció, sportrekreáció terén is. Ráadásul 2 szakirányjal szeretnénk ezt elindítani. Az egyik az úgynevezett sportrekreációs szakirány, a másik pedig a turizmushoz kapcsolódó, itt szeretnénk általában megcélozni a turizmus vendéglátást, mert hihetetlen biznisz a világban, de nagyon nehéz ezt, mert komoly főiskolák foglalkoznak ugye ezzel, és lehet, hogy ezt esetleg társkapcsolatban, úgy, ahogy a menedzsmentet a Corvinus Egyetemmel gondozzuk közösen, talán a turizmus szakirányt a sportrekreáció kapcsán is célszerű lenne elindítani, esetleg általános turizmus és vendéglátással foglalkozó komoly egyetemmel, főiskolával,
mert mi inkább a sportrekreációs oldalát ismerjük ennek a területnek. A tanszék szakterületének megfelelően részt vesz a testnevelő tanár és az edzőképzésben is, de fő tevékenysége a sportmenedzser és rekreációs szakember képzés. A sport valamennyi területén élsport, topsport, szabadidősport, rekreációs sport, iskolai sport, fogyatékosok sportja területén helyezkednek el, vagy a levelezők már eleve ott dolgoznak. Elsősorban ugye a topsporttal foglalkozók, versenysporttal foglalkozók, az egyesületeket célozzuk meg, mert hisz az egyesületekben foglalkoznak magas szintű sportolói fölkészítéssel. Az iskolai szférák területén azért van fontos ilyen emberre megint csak, mert az Oktatási Minisztérium pénzei végesek. Nem csak állami forrásokból kell tudni gazdálkodni, hanem öntevékeny forrásokat is kell tudni behozni oda is, főleg a tanórán kívüli formákhoz, mert hisz ugye az iskolai testnevelés tudjuk milyen szűkös, kevés órában, rossz körülmények között, éppen ezért a tanórán kívüli foglalkozásokon kell megadni sok mindent a tanulói ifjúságnak, és ehhez megint csak a testnő tanár kevés, jó, ha bekapcsolódik olyan szakember, aki a menedzsmentjéhez ért mindennek. Hadd ne mondjam, hogy ugyanez jellemző természetesen a fogyatékosok sportjára is, és különösképpen ugyanez jellemző a rekreációs tevékenységgel foglalkozó sport területén is. Egyre inkább jelentős lehet a rekreációs szakembereknek a szerepe akkor, amikor a gombamód szaporodó fitness, wellness vagy más tetszetős szalonokra, vállalkozásokra ma még sajnos nem általánosan jellemző, hogy edzőik, vezetőik a szakma megbecsült mesterei volnának. Ezen a területen is nagy feladat és felelősség vár a TFM végzett szakemberekre. A sportmenedzser képzés fontos területe az eseményszervezés, az event management. Egyre több világversenyt, nagy nemzetközi eseményt rendeznek Magyarországon, és ez propagandát jelent hazánknak, de üzleti eseményként is fontosak. Komoly egészségmegőrző szerepe van, de üzleti siker is lehet például egy városi maraton megrendezése. Minden események csúcsa az olimpia. Ezt mindenki tudja, hogy nem csak a sport legnagyobb eseménye, hanem mondhatjuk azt hiszem nyugodtan, hogy a világ egyik legnagyobb eseménye az olimpia. Éppen ezért, ha Magyarország valaha is, és ezt tudjuk, hogy voltak ilyen terveink, mióta a Magyar Olimpiai Mozgalom él, azóta él ez a vágy, hogy rendezzünk mi is egy olimpiát. Éppen ezért, amit az Ingres nem adta fel. Tehát nagyon fontos, hogy úgy készítse fel ezeket a kiváló sportszakembereket, hogy bizony föl legyenek készülve arra is, hogy esetleg egy olimpia megrendezésével kapcsolatban is használható tudással bírjanak, és netán gyakorlattal is. Mivel a rekreáció és a sportmenedzsment új disziplinák, a tanszék kutatási projektjeiben élénken foglalkoznak azzal, hogy sportgazdasági kutatásokat menedzseljenek. Foglalkoznak az eseményszervezés és a rekreáció kutatásával is. A tanszék tanterveinek kidolgozása is folyamatos kutatómunka eredménye volt, amelynek része a külföldi minták tanulmányozása és átvétele olyan sporttal foglalkozó egyetemekkel és karokkal való együttműködésben, amelyektől tapasztalatokat szerezhettek. Az európai támogatású Tempus és Erasmus programokban diák és tanárcserék révén ezeket a kapcsolatokat folyamatosan ápolják, hogy a világ sportmenedzseri és rekreációs tudásával továbbra is szinkronban haladjon a TFE fiatal tanszéke. A testnevelés fogalma talán még ma is sokak fejében összemosódik a tornával. A 60-as, 70-es években még tornaórára mentünk, és tanárunk tornatanár volt. Tény, hogy a Magyar Királyi Testnevelési Főiskola alapításakor a kevés tantárgyak egyike volt a torna, és a híradó felvételek, ha a főiskoláról tudósítottak, tornázó fiatalokat mutattak be. Ebből is következik, hogy a tanszék igen nagy hagyományokkal rendelkezik. Olyan nagyságok tanítottak itt, mint Tasó Olga és Keleti Ágnes, vagy Magyar Zoltán edzője Víg László. Ma a tornatanszék már nevében is a testmozgások spektrumát tárja elénk. Torna, ergé, tánc és aerobik tanszék, ahol az ergé a ritmikus gimnasztikát jelöli. A tanszék vezetője Hamar Pál, PhD egyetemi docens, tornaszakedző. A Magyar Tornaszövetség női tornaszakedő vezetője. A torna ergé tánc aerobik tanszék egy nagy hagyományokkal rendelkező tanszék. Tulajdonképpen a TF alapítása óta tanítanak itt szertornázást az egyetemen. A tanszéken női és férfi szertornát, gimnasztikát, ritmikus gimnasztikát, verseny és fitness aerobikot, valamint különböző táncos mozgásformákat tanítanak, például néptáncot, modern táncokat, a balett alapjait és egyedülálló módon akrobatikus rock'n'rollt is. A tanszék minden szakon és tagozaton oktat, elsősorban a gimnasztika tantárgy révén. Az összes olyan szakon, ahol mozgásos formákat tanítunk, ahol kulcsszerepet játszik a sportos megjelenés,
ahol fontos a különböző testi képességeknek a fejlesztése, a gimnasztika tantárgy mindenütt megjelenik. Az oktatás tudományos hátterét a biomechanikai, élettani és pedagógiai kutatómunka biztosítja. Ez a kutatómunka alapozza meg annak a lehetőségét, hogy a tanszék oroszlán részt vállaljon az iskolai testnevelés tantervek kidolgozásából. Ahogy azt mondani szokták, a torna az alapsportágak közé tartozik. Éppen ezért nagyon fontos számunkra, hogy megjelenjen a különböző tantervekben is. Nem csak a közoktatásban, hanem a felsőoktatásban is, hiszen a testnevelő tanárképzés jelenti az alapját annak, hogy később a közoktatásba olyan tanárok kerüljenek ki innen és más intézményekből is, akik szívesen és kellő szakmaisággal tanítják a tornát. Ennek azért van jelentősége, mert a tornaoktatás során olyan mozgásformákat sajátítanak el a gyerekek, amelyek által nem csak a mozgásműveltségük, hanem az egész személyiségük fejlődik. Ezzel kapcsolatban egy korábban motorsportokkal foglalkozó hallgató így fogalmazott. Egy nagy kihívás nekem a szertorna, és én nagyon rendezett, elegáns sportnak találom, és az is. A torna az nem csak olyan szempontból fontos az iskolában, illetve a felsőoktatásban, hogy különböző mozgásformákat elsajátítsanak a gyerekek, illetve a hallgatók, sportági technikákat vagy a testi képességeik fejlődjenek, hanem egyfajta rendre tanít. Ez a rend nem egy klasszikus értelemben vett katonás rendet jelent, hanem egy olyan rendet, amely az egész életében végigkíséri a gyerekeket, ifjakat, illetve a felnőtteket. A torna ugyanakkor örömforrás is annak, aki műveli. Éppen ezért a tanszék nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a hagyományos torna és ritmikus gimnasztika oktatása mellett a hallgatóknak lehetőségük legyen megismerni olyan mozgásformákat is, amelyek ugyan nem tartoznak szorosan a szertornához, de a mozgás rendezettségét, zeneiségét, ritmusosságát fejlesztik. A tanszéken van néptánc és modern táncoktatás. A balett alapjait Dózsa Imre, Kossuth Díjas balettművész vezetésével sajátítják el a hallgatók. Divatos és látványos sportok az aerobik és az akrobatikus rock and roll. Emellett a tanszék felügyeli a műkorcsolya edzőképzést is. Egy olyan egyetemen, amely a testmozgás tekinti legfőbb tárgyának, elméletben és gyakorlatban, mi sem lehetne fontosabb, mint az a tanszék, ahol a testmozgások exakt tudományát oktatják és kutatják. Ez az egyetem egyik legkülönlegesebb tanszéke, a biomechanika tanszék, és a tanszék által vezetett szak, a humán kineziológia szak. A biomechanikát az 50-es évektől oktatják a TF-en, a biomechanika tanszék a 90-es évek óta működik. A tanszék vezetője ma Tihanyi József, egykori magasugró országos bajnok, magasugró edző, nemzetközi vendégprofesszor, a kar dékánja. A biomechanika az emberi mozgások, de általában mozgások, a biológiai rendszernek a mozgásával foglalkozó tudomány, mégpedig azt vizsgálja, hogy a mechanikai törvényszerűségek hogyan érvényesülnek az emberi mozgások során. A tanszék óráin az oktatók a hallgatók elé tárják az emberi mozgásokban érvényesülő biomechanikai törvényszerűségeket, a mozgatórendszer szöveteinek, ízületeinek mechanikai működését és az azokat érő terhelések meghatározásait. A tanszék megismerteti a hallgatókat az izomkontrakciók és az egyszerű mozgások matematikai modellezésével és komputeres szimulációjával. Megtanítja a hallgatókat, hogy az így szerzett ismereteiket hogyan alkalmazzák a sport és a mozgásszervi rehabilitáció gyakorlatában. A tanszék mozgás elemző, izommechanikai, dinamometriás és mozgásszimulációs laboratóriumaiban
A hallgatók TDK munka keretében megismerkednek a biomechanikai kutatások alapjaival, és a PhD hallgatókkal együttműködve teszik meg első lépéseiket a tudományos kutatás területén. A biomechanika precízen és akkurátusan a sportbiológia, fizika és a matematika eszközeivel írja le az emberi mozgások törvényszerűségeit. A tanszék kutatásai ezen belül a járás vizsgálatára koncentrálnak, különös tekintettel a különböző patológiás elváltozásokra. Vizsgálják a parkinsonos, illetve a sztrokos betegek járását. Elemzik, hogy mennyire térnek el a normál járástól, hiszen ennek tulajdonságait megismerve nyílik lehetőség arra, hogy hatékony rehabilitációs programot dolgozzanak ki a betegek mielőbbi állapotjavulása érdekében. Kutatásaink kiterjednek az izom mechanikai vizsgálatára. Azt tudjuk megmondani, hogy adott izmok életszerű körülmények között mennyi elasztikus energiát tárolnak például, és ebből mennyit tudnak visszanyerni. Nagyon fontos kutatás, hiszen az energia megtakarítás az emberi mozgások szempontjából is nagyon fontos. A biomechanika kutatói tehát nem egy absztrakt tudomány elefántcsontornyában végzik tudós munkájukat, hanem szoros kapcsolatban állnak a való élettel. A tanszék kutatásai alapján munkaeszközök, öltözékek tervezését a mozgás szempontjai szerint lehet optimalizálni. Ezek az eredmények hasznosíthatóak például a cipőkészítés során, vagy akár székek tervezésénél. Természetesen a sportolók is kamatoztatják a biomechanika eredményeit, hiszen a tudomány a sportmozgásokat is elemzi. Ennek segítségével lehet egy sportoló alkatának legmegfelelőbb technikákat beállítani. A humán kineziológia Magyarországon még kevésbé, nemzetközileg azonban keresett szakmát adó egyetemi szak. Annyival több ez a biomechanikánál, hogy ide tartozik az élettan is. Azt is nézi, hogy élettani szempontból milyen történések játszódnak az emberi szervezetben, a szívnél, a tüdőnél, az ereknél, az izmoknál, mikor egy mozgást végzünk. A sportmozgásoknál, a normál emberi mozgásoknál, illetve a mozgásszervi betegségben szenvedőknél hogyan játszódik le, hogyan szerveződik a mozgás, és milyen módon terheli a keringési rendszert, az idegrendszert. A humán kineziológia az emberi mozgás tudományát jelenti, az emberi mozgások során érvényesülő törvényszerűségeket kutatja minden vonatkozásban, nem csak biomechanika vonatkozásában, hanem mozgáskontroll, mozgásszabályozás, mozgástanulás szempontjából, élettan szempontjából, terhelés életleni szempontból, hogy az egyes mozgások során például milyen terhelés éri a keringési rendszert, a szívet, a tüdőt, az érrendszerünket, illetve a központi idegrendszerünket. A humán kineziológia épp olyan interdisziplináris, mint az orvostudomány. Kapcsolódik is ahhoz, mint ahogy az egészségtudományhoz is. Ideális volna, ha humán kineziológus szakemberek az egészségügyben az orvosokkal és gyógytornászokkal együtt segíthetnék a terápiát, egy baleset vagy betegség utáni mozgásszervi rehabilitációt. Sajnos ez ma még Magyarországon nincs így, de külföldön sok itt végzett humán kineziológus szakember dolgozik az egészségügyben. Mindezen túl az itt végzett szakemberek a sportban, fitness vagy wellness klubokban, de akár a sportruházati vagy dizájn szakmákban kamatoztathatják itt megszerzett speciális tudásukat. A sportról való tudás alfája és omegája az emberi testről, felépítéséről, működéséről való ismeret. A TFN ennek a tudásnak legfőképp az egészségtudományi és sportorvosi tanszék a letéteményese. A tanszék oktatói és kutatói gárdája arra törekszik, hogy a hallgatók minél alaposabban megismerjék az emberi testet, az emberi szervezet működésének alapelveit, és ezen ismereteknek a testnevelés és a sport gyakorlatában lehetséges alkalmazását is. Az itt oktatott tárgyak jellegéből fakadóan különösen fontos szerep hárul a tanszékre a hallgatók természettudományos gondolkodásának formálásában. A tanszék vezetője dr. Tóth Miklós, egyetemi tanár, orvos. Az egészségtudományi és sportorvosi tanszék tevékenységi köve a modern európai egyetemi szemléletnek megfelelően 4 fő pillérkövé csoportosul: az oktatás, a kutatás, a gyógyítás és az innováció köré. A 4 pillér közül az első az oktatás. A tanszék valamennyi TF hallgató képzésében részt vesz, hiszen alapozó tantárgyakat oktatnak itt.
Az oktatásban, az alapképzésben az összes fontos alapozó tantárgyat ez a tanszék oktatja, így az élettant, biokémiát, anatómiát, humánbiológiát. Szerves része a tanszék munkájának a gyógyítás. A TF hallgatók sportorvosi felügyeletét is a tanszék orvosmunkatársai látják el. A vizsgálatra érkező hallgatókat vagy sportolókat a sportorvosi rendelőben fogadják. Sportorvosi szakrendelőként működünk, a sportkórház kirendelt rendelője vagyunk. Elsődleges feladatunk az egyetemi hallgatóknak a rendszeres egészségügyi vizsgálata, illetve a versenyzőknek a versenyezhet engedély megadásához szükséges sportorvosi szűrővizsgálatait végezzük el. Az oktatás, a gyógyítás mellett a tanszék harmadik, de semmiképp sem kevésbé fontos tevékenysége a kutatómunka. Olyan nemzetközi hírű tudósok dolgoznak itt, mint például a dr. Frankl Robert professzor emeritus, a Magyar Sporttudományi Társaság volt elnöke, vagy dr. Pavlik Gábor, aki egyébként a világ és olimpiai bajnok magyar vízilabda válogatott orvosa is. Pavlik doktor kutatási területe a szív- és vérkeringési rendszernek a terheléshez való alkalmazkodása. Kutatásainak különös jelentőséget ad az, hogy a mozgásszegény életmódból fakadó megbetegedések és halálozás épp a szív- és keringési rendszer működési zavaraiból eredeztethető. Mi 1994 óta vagyunk felszerelve ultrahangos készülékkel, tehát egy echokardiográfiával, ami azt jelenti, hogy ezzel a készülékkel tudjuk mérni a szívfal vastagságát, annak mozgásait, az áramlási sebességét, és hát óta az időpont óta végzünk folyamatosan ezzel a módszerrel vizsgálatokat. A kutatások során már körülbelül 3100 vizsgálatot végeztek sportolókon, illetve rendszeresen nem mozgó embereken. Ez már eléggé nagy adatbázis ahhoz, hogy a szívnek és a keringésnek a terheléshez való alkalmazkodásáról érvényes következtetéseket lehessen levonni, és ennek alapján meghatározni, hogy mik az edzettség jelei különböző életkorokban, különböző sportágakban, vannak-e annak jelei, hogy milyen színvonalon sportol az illető. Az utóbbi néhány évben egy újabb vizsgálattal gazdagodtunk, ez az úgynevezett arteriográfia, amely nem a szív, hanem a perifériás ereknek az állapotát tükrözi, azt mutatja, hogy mennyire tágulékonyak, és hát, hogy van-e különbség a sportolók érrendszere és a nem sportolók érrendszere között. A sok tapasztalat alapján kialakul egy standard adategyüttes, amelyhez az új páciensek adatait viszonyítani tudják. A vizsgálatban olyan egzotikus sportágak képviselői is részt vesznek, mint például a mountain bike, a szinkronúszás vagy a küzdősportok ma már széles skálája. A kutatások egyik kívülállók számára titokzatos, gépekkel, műszerekkel teli boszorkány konyhája, a terheléses vizsgálatokat végző spiroergometriás laboratórium. A terhelés élettani vizsgálatok a fizikai terhelést is regisztrálják, és a hozzátartozó élettani teljesítményt is. Ebből a kettőből lehet valójában megnézni azt, hogy ki hogyan terhelhető. Elsősorban a szív, keringés, légzés funkciókat nézzük. A szívnek a működése, ez nagyon fontos, mert ugyebár látjuk azt, hogy a legtöbb probléma abból fakad, hogy az embereknél megnő a vérnyomásuk, ritmuszavaraik lesznek, nem tudnak ez miatt sportolni, vagy nem megfelelő mennyiségű vagy minőségi sportot végeznek. A vizsgálatok egy adott személy esetében segítséget adnak abban, hogy beállítsák az optimális terhelhetőségét. Esetleg a kezdő sportolóknál megválasszák a legmegfelelőbb sportágat. A lakosság szempontjából is fontosak ezek a vizsgálatok, hiszen már 7 éves kortól elvégezhetőek, és gyerekeknél a légzés technika vizsgálatával az esetleges allergiára is fényt lehet deríteni, de legfőképp segíteni a sportoláshoz vezető úton. A tanszék kutatásainak egyik fő iránya a népesség egészének, de ezen belül is a fiatalok edzettségi állapotát felmérni. Sajnos az intézet kutatásai bizonyítják, hogy a jelenlegi 15-17 éves diákok motoros képességeit tekintve a 20 évvel ezelőtti generációhoz képest 5-7 évvel elmaradtak. Márpedig, és ez a tanszéki kutatómunka alaptézise, a rendszeres mozgás a sport a legfőbb eszköz sok betegség megelőzésére, az egészséges élet fenntartására. A törekvések, amelyekkel javítani akartuk az élet minőségét a sport révén, azok gyengébbnek bizonyultak, mint az úgynevezett inaktivitási trend. Tehát az elmúlt 25 évben drámaian romlottak tovább a fiatalok teljesítőképességével kapcsolatos adatok, és ezekért nem is lehet haragudni, hiszen ugye a korábbi magnózást, videózást, tévézést kiegészítette most már a komputer korszak, a számítógép, és ezek nem negatív trendek, de együtt olyan erős a hatásuk,
hogy már hosszú távon az új nemzedék egészségét fenyegetik, és mi csak a sportban látjuk ennek a kompenzációnak a lehetőségét. Szinte valamennyi nagy népbetegség előfordulása a rendszeresen testedzést végzők körében alacsonyabb. Így alacsonyabb a vastagbélrák, a prostatarák, a depresszió vagy a diabétesz előfordulása is. Hallgatóinknak tehát kiemelt szerep juthat abban, hogy viszonylag korai időszakban a gyermekeket mozgásfüggővé tegyék, és ezáltal a későbbi nagy népbetegségek előfordulási valószínűségét csökkentsék. A kutatásokban a professzorok partnerei a TDK-s és PhD hallgatók. A Danszék nagy hangsúlyt fektet a posztgraduális képzésben a PhD hallgatók képzésére és a TDK munkára. Ezeknek a hallgatóknak a kezét a védés után se engedjük el. Jelenleg is három hallgatónk külföldön posztdokként dolgozik, és tart élénk tudományos kapcsolatot is intézetünkkel. A Tanszék tevékenységi köreinek negyedik pillére az innováció. Az elmúlt 20-25 évben az egyetemek kiléptek a piacra, és olyan tevékenységeket találtak, amelyek vagy amelyek termékei a piacon is eladhatóak. Az ivott és mozgóképes sajtóban manapság sokszor találkozunk a sportolókat érő hirtelen szívhalál eseteivel. Tanszékünk kutatói is foglalkoznak ezzel a kérdéssel, és éppen az elmúlt fél évben sikerült, részben a Semmelweis Egyetem kardiológiai tanszékével, részben az Experimetria Kft-vel kifejlesztenünk egy olyan EKG gép prototípusát, amely reményeink szerint jósolni lesz képes a hirtelen szívhalálra való hajlamot, és hosszabb távon talán a mindennapi sportorvosi gyakorlatban bevethető lesz. A TF egészén fontosnak tartják, hogy a hallgatókban tudatosítsák, a testnevelés nem csak az egészségeseknek, de a hátrányos helyzetűeknek, megváltozott képességű embereknek is fontos, ha ugyan nem fontosabb, mint egészséges társaiknak. A Karon minden évben megrendezik a fogyatékkal élőkkel való találkozót, ahol a TF hallgatók a fogyatékosok sportjában is kipróbálhatják képességeiket. Egyben fontos tapasztalatot szereznek arra az esetre, ha majd tanárként hátrányos helyzetű fiatallal kell foglalkozniuk. Az egészségtudományi és sportorvosi tanszék is különleges feladatot lát el ebben a misszióban. A testnevelő tanárok képzésén túl különös hangsúlyt fektet a valamilyen szempontból hátrányosabb helyzetből induló társadalmi rétegek támogatására. Így a tanszék oktatói foglalkoznak a gyógytestnevelő tanárok képzésével. A jövőben pedig tervezünk egy olyan tantárgy beindítását, amelynek hallgatói képesek lesznek a valamilyen szempontból beteg, idősebb nemzedék számára is megfelelő edzésterveket írni, amellyel rehabilitációjuk elősegíthető. A tanszék munkájának egyik legfontosabb üzenete az, hogy a megelőző orvostudomány nem elsősorban orvosi tevékenység, sokkal inkább a mozgásterápia és a mentális képességek fejlesztése. Régen olyan testnevelőket, edzőket kellett képezni, akik a kiválókból kihozzák, ami bennük van. Most olyanokat kell, akik így szoktam mondani, mint az énektanár analógiájára, a botfülőekből is képesek énekart, zenekart formálni. Tehát meg kell találnunk azokat a módszereket, azokat a motivációkat, és ezeket át kell tudjuk adni a társadalomban a konkrét tevékenységet végzőknek, a preventív medicina talaján is munkálkodóknak, hogy meg tudjuk állítani ezt a negatív inaktivitási trendet. És területe a sportoknak és a sportoktatásnak is az úszás. Nem csak azért, mert az élsport mindig is elkényeztetett bennünket úszóink, vízilabdázóink sikereivel, hanem azért is, mert ma már a nemzeti alaptanterv szerint is minden iskolásnak alapfokon meg kell tanulnia úszni. Ehhez pedig olyan testnevelő tanárok kellenek, akik fel vannak vértezve az úszás technikai ismeretével, de a gyermekek életkori sajátosságait, személyiségét is ismerve, játékosan, kedvet csinálva tudják őket vezetni a vízben való mozgástanulás első lépéseitől a biztos úszás tudásig. Ezt a célt igyekeznek megvalósítani az úszás és vízisportok tanszék oktatói a BSC és az MSC szakokon. Ez a tanszék felügyeli, de külső előadók által oktatják a szakedzői szakon a vízilabda, vitorlázás, evezés, kajakkenu sikersportágakat is.
A tanszék vezetője dr. Tóth Ákos egyetemi docens mesteredző, aki 42 éve tanít itt. Volt az úszószövetség szövetségi kapitánya, edző Kuwaitban, Koreában, 3 évig szövetségi kapitány Görögországban, ma a Magyar Úszószövetség elnökségének tagja. A tantárgyunk központjában az úszás oktatás módszertanán, de természetesen ahhoz, hogy megfelelő módon tudjanak hallgatóink majd később tanítani, ahhoz bizonyos alapképességeket kell szerezniük az úszás technika elsajátításával. Alapkövetelmény mind a 4 úszásnemnek a technikája, rajtja fordulója, és természetesen bizonyos kondicionális képességekről is számot kell adniuk. Éppen ezért minden fél év végén, függően attól, melyik úszásnemet tanulták, vagy az adott úszásnem technikai színvonalát kell bemutatniuk, vagy teljesíteniük kell az adott úszás szintidejét. Ezzel a technikai és erőléti siker tapasztalatán túl a teljesítmény élményét is átélhetik a hallgatók. Az úszás akar valamennyi szakán alaptantárgy. A tananyag egyfelől az úszás technikája elméletben és gyakorlatban, azért, hogy a hallgatók elsajátítsák azokat a mozgásmintákat, amiket később ők maguk fognak továbbadni. Másfelől pedig az úszás oktatásának módszertana, hiszen a hallgatók egy része iskolában, úszodával rendelkező iskolában vagy iskolán kívüli úszásoktatásban helyezkedik majd el. Az úszás tanszék több általános iskolával is együttműködik, ahonnan a TF úszodájába járnak a gyerekek, ahol is a hallgatók szembesülhetnek a gyermekek úszni tanításának minden kihívásával. Ezeken a gyakorlatokon még tanári segítséggel zajlik minden úgy, ahogy majd az életben, az óravázlat elkészítésétől a levezető játékig. Az aszpoétikánk az úszás oktatásnál is ezt próbáljuk átplantálni a hallgatóknak, hogy elsősorban az úszást, a vizet kell megszerettetni a gyerekekkel. A víz az egy idegen környezet, az ember számára egy kicsit vissza kell szokni, egészen más viszonyok uralkodnak, mint a szárazföldön. És így a mozgás tanulásnak is, a mozgás tanításnak is megvannak a speciális követelményei. Lényegesen könnyebb a testünk, hogyha vízbe megyünk. Az egész mozgást, az úszómozgást vízszintes helyzetben kell végezni. Ezek mind olyan ingerek a többivel együtt, amihez hozzá kell szoktatni, és éppen ezért a szárazföldi mozgástól eltérően sajátos vonásai vannak az úszásoktatásnak. Az úszásoktatás tanításában nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a hallgatók tisztában legyenek azokkal a játékos módszerekkel, amelyek segítségével a gyerekek majd jó kedvel, a kényszer érzése nélkül kedvelhetik meg a vizet. A vízhez szoktatás fázisa után következhet az úszás technikai oktatása. Másfél év után felvértezzük őket egy olyan tudással, hogy bármikor odállhatnak a medence szélére, és akár az iskolai kötelező úszásoktatásban, akár pedig az órán kívüli, tanórán kívüli úszásoktatásban is részt vehetnek. Nagyon büszke vagyok arra, hogy régi nagy úszóink, világklasszis úszóink úszóiskoláiba rendszeresen kérnek tőlünk oktatókat, például Darni Tamás, Szabó József, Kovács Ági vagy Egeszegi Krisztina úszóiskolájába most már 6-8 év óta, akár az évközi, akár pedig a nyári napközi táborokban, úszótáborokban TF hallgatók vesznek részt, és aktív szerepet játszanak ezeknek a táboroknak a lebonyolításában. Ahhoz, hogy az úszás és vízisportok tanszékhez eljusson az ember, át kell menni a Magyar Úszósport Dicsőség csarnokán. Az úszás tanszék folyosóján szeretném bemutatni második működési területünket, amit szintén nagyon fontosnak tartunk, ez az edzőképzés. Ez a folyosó tulajdonképpen az úszás szentélye. Ha itt körülnézünk, látjuk a régi nagyjainkat, akik valóban nagy dicsőséget szereztek a magyar úszósportnak. Az edzőképzésnek egy nagyon fontos állomása, akár a nappali, akár a levelező tagozaton, hogy azokat az edzőket, akik majd a parton állnak, és akár gyerekekkel foglalkoznak, akár felnőtt versenyzőkkel foglalkoznak, alapfokú ismereteket adjunk nekik. A nappali tagozaton az edzőképzés 3 fél évben történik. Erre 60-60 órán rendelkezésre, mind elméletben, mind gyakorlatban. Lényegesen több a lehetőség levelező tagozaton, ahol nagyon részletesen elsajátíthatják az úszás technikai alapismereteit, az oktatás módszertant, bár itt kisebb jelentőséggel, mint a tanárképzésben. Az edzőképzés legfontosabb elméleti tantárgya az edzéselmélet és az úszás edzés módszertan. Próbáljuk átadni mindazokat az edzésmódszertani alapismereteket, amelyet a régi nagy magyar edzők az 50-es évektől egészen most 2008-ig meghonosítottak, a felkészülési rendszereket, a versenyeztetés és felkészülésnek a kérdéseit, és minden apró részletet, és nem csak a felnőtt, hanem az utánpótlás képzésben is.
A tanszéknek oktatóin keresztül nagyon szoros kapcsolata van a hazai és nemzetközi úszósporttal egyaránt. Egyesületekben szakosztályok mellett dolgoznak, többen a legendás Szécsi Tamás mellett voltak asszisztensek. Majdnem mindannyian tagjai az Úszószövetség edzőbizottságának és elnökségének. Dr. Tóth Ákos az Európai Úszószövetség úszóbizottságának tagja. A Magyarországon rendezett nemzetközi versenyeken, ifjúsági, felnőtt és rövidpályás EB-n a tanszék minden tagja valamilyen poszton dolgozott a sikeres rendezés érdekében. Nem zárkoznak tehát üvegbúra alá, tudásukat az úszóéletben szerezték, valamennyien az úszóvilág elismert szakemberei. Ezt a tudást szerezhetik meg a tanszék hallgatói. Természetes, hogy egy felsőoktatási intézmény nincs tudományos kutatóbázis nélkül. A TFN ez a Sporttudományi Kutatóintézet, melynek vezetője dr. Radák Zsolt intézetvezető egyetemi tanár, dékán helyettes, az MTA doktora. Az intézet számos projekten dolgozik, de ezeknek fő iránya egybeesik. Hogyan lehet a testmozgások által egészségesebben élni, magasabb életminőséget elérni? A testedzés növeli az átlag élettartamot, és ha nő az átlag élettartam, akkor ennek bizonyára vannak különböző molekuláris hatásai is. Hát ezeket a hatásokat szeretnénk felderíteni, és azt gondolom, hogy az a terület, ami most sikerült rátapintanunk, az egy nagyon forró és nagyon izgalmas terület, és mindnyájan szeretnénk erről a területről sokkal-sokkal többet tudni. Az intézet laboratóriumaiban állatokon végzett őssejtkísérletek is folynak. Kutatják, mire lehet használni a mozgást, mint rehabilitációs eszközt, például traumás agysérülés után. Más programjukban molekuláris kutatások révén keresik az öregedés folyamatai és a testmozgás összefüggéseit. Vizsgálják, hogy hogyan hat a testedzés a központi idegrendszerre, agyra, hogyan befolyásolja az emlékezet működését és a gondolkodást. Azt remélik, ha sikerül leírni a testmozgás és az általános testi egészség összefüggéseit szabályozó faktorokat, akkor ezt a tudást sikerrel lehet majd a rehabilitáció egyes betegségek gyógyítása során is alkalmazni. Természetesen a laboratórium nem működhetne PhD hallgatók nélkül, akik szerencsére nagyon elhivatottak és nagyon nagy elánnal dolgoznak. Ebben a pillanatban van egy francia master hallgatónk is, aki szintén a laborban dolgozik, és várunk egy indiai postdocot is. Szeretnénk, hogyha ez a labor továbbra is így működne, nemzetközi és magyar labor is lenne egyben, és abban reménykedünk, hogy az eredményeink egyre több külföldi hallgatót is vonzanak. A hétköznapi ember gondolataiban a sporttudomány az élsporttal foglalkozhat. Mint látjuk, ez nem teljesen így van. A sporttudósok vagy a sporttudósok egyetemista inasai az egészséges élet kialakításán fáradoznak. Ez a tudomány sokkal inkább az orvostudománnyal rokon, szerteágazó és bonyolult kapcsolatrendszerű tudomány, amely az egészségesebb élet, egy magasabb életminőség megteremtését tűzte ki céljául. Van-e nagyobb hagyományú ága a sportoknak, mint a küzdősport? Ezen belül is a férfi küzdelme férfi ellen, test-test ellen, hiszen már az ókori egyiptomiak, görögök is. Ezt a hagyományt tápolja és nemesíti a TFN, a küzdősportok tanszék. Mondhatnánk, hogy ez a férfias sportok tanszéke, de hiszen mit látunk? A birkózás egy igen sokoldalú sportág, fejleszti az erőt, az állóképességet, és minden sportág alapja lehet, és hogyha ezt a gyerekekkel megfelelő szinten tudjuk elsajátítani ezeket a dolgokat, akkor ők is egy olyan alappal indulnak az életben, amire könnyű lesz építeni. Én élvezem, meg olyan extrém. Egy jó kondit ad, kitartásra nevel. Az egyetemen nekem is van ilyen órám. A nem birkózó csoporttársaim is tanulják, és ők is mondják, hogy nagyon jó. A küzdősportokat a TFN a megalapítás 1925 óta oktatják, a tanszéket pedig 1949-50-ben hívták létre. Két nagy kategóriába csoportosították a küzdősportokat, az eszközzel vagy az eszköz nélkül vívott páros küzdelem szerint. Az első csoportba tartozik a vívás, a másodikba az ökölvívás, cselgáns, birkózás, az edzőképzés keretein belül a karate, kickbox.
De a tanszék felügyeli a nehéz atlétika csoportjába tartozó súlyemelés oktatását is. A tanszék vezetője Barna Tibor egyetemi docens, birkózó szakedző, teniszedző. Gazdag tanári, nemzetközi edzői és kutatói tapasztalatokkal rendelkezik, hazai és külföldi utánpótlás és szenior tanítványai világbajnokságokon, kontinens bajnokságokon szereztek érmeket. A magyar szabadfogású utánpótlás válogatott vezetőedzője a 90-es években. Az angol válogatott felkészülését irányította a 24. olimpiai játékokra, Szöulra, majd az USA-ban dolgozott tanárként és edzőként. A Magyar Birkózó Szövetség tudományos tanácsadója 1991-től. Két könyv, 46 tanulmány, cikk szerzője, ebből 17 idegen nyelven került publikálásra. Ezeknek a sportágaknak a személyiségformáló és képességfejlesztő hatását már nagyon régebben bizonyították, rengeteg tudományos cikk, kísérlet, stb. Igazolja ezt, és tulajdonképpen az a személyiségformálás és az életre való felkészítés, amit ezek a sportágok elvégeznek, a közvetlen kontakt sportok, tehát például a birkózás is, a testestelenül küzdelme, ami alakul a dominanciára törekvés, tehát a kezdeményező készség, az egészséges kezdeményező készség és a gyors döntéseknek a meghozatala, küzdőképesség, ezek azok a képességek, amik kiemelendők. Elsősorban a személyiségfejlesztés terén értékesek nagyon ezek a sportágak. Az egy második hozadékának tekintjük, hogy brilliánsan fejleszti a fizikumot minden irányban. A tanszéken folyó oktatónevelő és kutatómunka elsődleges célja, hogy a jövő szakemberei megismerjék és megszeressék a küzdősportokban rejlő értékeket, elsajátítsák azokat a korszerű ismereteket, amelyek alkalmassá teszik őket az ide tartozó sportágok oktatására az iskolákban, illetve az azon túlmutató verseny és rekreációs sport tevékenységben. Mi akkor vagyunk boldogok, hogyha a hallgatóinkat olyan irányba tudjuk terelni, hogy az életmódjukban benne legyen, benne maradjon a sport, és azon belül a küzdősport, a birkózás, egy élethosszig tartó folyamat az adott életkornak megfelelő szinten. A tanszék kutatási programjai közül több is a küzdősportoknak a személyiségfejlesztésben betöltött szerepére koncentrál. Az önbizalom, az önhatékonyság szerepe a sport teljesítményben, vagy a helyes önvédelmi magatartás kialakítása. De természetesen kutatják és elemzik a sport teljesítményeit, a birkózás és a judó területén. Nagyon fontos, hogy ma, amikor a média az elüzletiesedő sportközvetítésekkel irányítja a sportról való gondolkodásunkat, a fiatalok megkedveljék és értékeljék az olcsón művelhető sportokat, amelyek emiatt mindenki számára elérhetőek, hiszen csak szőnyeg kell hozzájuk, és amelyek révén Magyarország nagyobb eséllyel érhet el sikereket az élsportban is, a nemzetközi versenyeken, vagy akár az olimpián. Szerencsére ma már beemelték a birkózás alapelemeit a testnevelés alaptantervébe. Fontos tehát, hogy a TFM diplomázó tanárok értő szeretettel és szakértelemmel vezessék majd a gyerekeket a küzdősportok világába. Egy olyan egyetemen, ahol a testmozgás és az ezzel kapcsolatos tudományok állnak a képzés fókuszában, ahol a képzés zömében gyakorlati vagy természettudományos tárgyakból áll, különleges helyet foglal el egy társadalomtudományi tanszék. Ilyen különlegesség a TFN a pedagógia tanszék, amely a hallgatókat a tanári, illetve az edzői munka nevelés módszertani eszközeivel vértezi fel. De nem csak. Egy sajátos arculatú tanszék ez, egy alapvetően a humán műveltséget terjesztő tanszék, és azt mondhatom, hogy itt a TFN egy kicsit előnyösebb helyzete van, mint általában Magyarországon a tanárképző egyetemeken, főiskolákon. Itt a TFN, a mi karunkon kevés humaniórát tanulnak a hallgatók, a képzés nagyobb része természettudományos képzés. És a neveléstudományi disziplínák, a bölcsész szemlélet, a társadalomtudományi tudás, a humán műveltség megjelenítője, vagy legalábbis egyik megjelenítője. És ilyen tekintetben nem csak fontos küldetése van, a leendő tanár műveltségért felelős munka ez, hanem egyúttal lehetősége is arra, hogy fölkeltse az érdeklődést a pedagógiai problémák iránt, szépirodalmon, filmen, a művészetek más ágain keresztül,
és ezt a mi tanszékünk szívesen vállalja. A pedagógia oktatásának az előadásokon és a szemináriumokon túl a gyakorlat is szerves része, és talán ez a legfontosabb. A hallgatók gyakorlóiskolákban, élő testnevelési órákon, a gyerekekkel való igazi kapcsolatban próbálhatják ki pedagógiai képességeiket, gyakorolhatják a tanítás módszereit. A képzés nagyobb része természetesen elméleti képzés, de ennek a tanszéknek az is feladata, hogy föltárja a hallgatók pedagógiai élményeit, a hallgatók pedagógiai gondolkodását, hiszen a már hozzánk érkező hallgatónak is van véleménye pedagógiai kérdésekről. A pedagógiai szemináriumokon ezt az otthonról hozott tudást tárják fel, egységes neveléstudományi terminológiával látják el, fölruházzák a hallgatókat a szakmai gondolkodás struktúrájával. Mire megszerzik a diplomájukat, minden hallgatóban kialakulhat az ő egyéni nevelés elmélete. A pedagógiai gondolkodásnak, a pedagógiai érzelmeknek a tartalmát a hallgató életének az előtörténete adja. Tehát amit ő megért, és természetesen ezt aztán rendszerbe foglalja az itt szerzett szakmai tudás. A tanárképzés központjában tehát a tanárjelölt személyisége áll, hiszen majd ez lesz a legfontosabb munkaeszköze. A pedagógiai képzés legfontosabb eleme tehát a személyiségfejlesztés, vallják a tanszéken. Ez azonban nem ér véget a diploma átadással, a pályakezdő még tovább érlelődik, hiszen a személyiséget 10-15 év rutin érleli meg igazán. Hajdanán a testnevelő tanár a katonatiszt munkájából merítette munkájának alapvető elemeit. A 19. században obcsitos katonatisztek, kiképző őrmesterek lettek az iskolák testnevelő tanárai, és ezt a katonai hagyományt külsőségeiben is megtartotta a testnevelés. A laktanyákból a tornatermekbe került ez a világ, de persze megszelidült, bár néhány testnevelő szakmai szocializációját ebben a közegben szerezte. Ma azonban már az emberi érintkezés lágyabb formáit várja el a világ a testnevelési órán is. Bár a Strandember példaképét, a rendre törekvést már csak baleset megelőzési meggondolásból sem lehet feladni. A régi formák azonban ma már nem eredményesek, a gyerekek nehezen értik a tanár üzeneteit. Sok konfliktus származik azonban ma is ebből. Elképzelhető, hogy új testnevelői szerepek jelennének meg. A mentálhigiénésen érzékeny, a mentálhigiénés képzettségű testnevelő tanár. Vagy a fitness-wellness mozgalmak látságát az iskolában megjeleníteni tudó tanár. Tehát hangsúlyozom, egyrészt mi is szükségesnek tartjuk, hogy megmaradjon a stramságnak ez a korábban működtetett céleszménye, de egyfelől az új módszerek is szükségesek ebben a szakmában, és ezek mellett, ezekért kiállunk a tanszéki képzésben. A pedagógiai tanszék felelőssége, hogy olyan testnevelő tanárok lépjenek ki az egyetem falai közül, akik majd kis tanítványaikkal megszerettetik a sportot, a rendszeres mozgást. Ez az egész nemzet egészségének záloga. Hiszen a mai élet ülő életmódot kíván még a fizikai munkástól is. Mesterséges mozgásokra van szükség. Akit nem tanítanak meg fiatal korában, hogy jól lakassa a saját testét mozgásokkal, az 25 éves kora után borzasztó nehezen tud új sportmozgásokat megtanulni. Tehát nekünk nem elegendő parancsuralmi eszközökkel terjeszteni ezt a fajta tudást, hanem a személyiség iránt érzékeny, a sokféle személyiséget figyelembe vevő pedagógiai helyzeteket kell teremtenünk, hogy minden ember képes legyen elsajátítani ezt az egyéni boldogsághoz szükséges későbbi testi tudást. Ezért kell érteni a személyiséghez. A tanszék emellett szívén viseli a testnevelés oktatásának országos ügyét is. Szót emel, mondhatni, harcol az óraszámok emeléséért, a testmozgás kultúrájának fiatalkorban való megalapozásáért, fejlesztéséért. Sokáig nem volt része a TF képzésének a lovassport. Ahogy azonban a lovaglás különböző formái a civil társadalomban egyre inkább terjednek, ahogy a lovassport, lovas turizmus egyre számottevőbb részt kaphat Magyarország idegenforgalmi palettáján, a lovas szakemberek képzésére is nagyobb igény támadt. Hiszen a magyar lovas kultúrának több évezredes gyökerei vannak. Európa lovas nemzetként ismert meg bennünket. A lovas kultúra nemzeti kultúránk értékes részét képezi,
méltó arra, hogy a 21. században is megőrizzük és gazdagítsuk. A lovas kultúra a modern társadalmak elválaszthatatlan része, az egészséges életvitel nélkülözhetetlen eleme. Ezt ismerték fel a kar oktatói, és hozták létre 2005-ben a lovas kultúra szakcsoportot. A lovas kultúra szak 3 éve alakult, Mausz Gotthárd és Dobozi László nevéhez köthető a szak alapítása. A szaknak abban van hatalmas jelentősége, hogy olyan szakembereket képez, akik nem csak lovarda vezetésére alkalmasak, hanem lovasedzőként, lovas tanárként is tudnak dolgozni. A szak tananyagához tartoznak elméleti és gyakorlati tantárgyak, díjugratás, díjlovaglás, ez utóbbi Dalos Gyula hajdani olimpikon tanítja, vagy akár a lovas gimnasztika, lovas turizmus, militári, hagyományőrzés a lovas ijászatot is beleértve, és mindezek elmélete. Mindezt megalapozandó a hallgatók az állaton közvetlenül tanulmányozhatják a ló anatómiáját és élettanát. Ez az alapja a szakember képzésnek. Nagy jelentősége lenne a lovas turizmus további fejlesztésének is, hiszen ennek Magyarországon hatalmas hagyományai vannak. Ugyanakkor az edzői modullal megkapják azokat az ismereteket az itt tanulók, hogy alkalmasak legyenek az emberek a lovas versenyzők képzésére is. Azoknak ajánljuk ennek a szaknak az elvégzését, akik lovagolni jól tudnak, ugyanakkor valamilyen egyetemi diplomával, most már mondhatom azt is, hogy BSC végzettséggel rendelkeznek. Őket várjuk itt ezen a szakon szeretettel. A kar gyakorlóiskolájában működik lovasosztály, akik ide járnak lovagolni, és akikkel a lovas kultúra szak hallgatói oktatási gyakorlati tapasztalataikat megszerezhetik. A lovas terápiának hatalmas jelentősége van olyan felnőttek, gyermekek képzésében, akiknél egyrészt mozgásszervi, másrészt szellemi elváltozások, fogyatékosságok vannak. Az egyetemen a fogyatékosok terápiájával foglalkozó képzés már folyik. A lovas kultúra tanszéki csoport célja, hogy ehhez a képzéshez a lovas terápia oktatásával csatlakozzék. A lovaglás a rekreáció egyik leghosszabban űzhető sportága, mint a vitorlázás, a kerékpározás vagy a síelés, kisgyermekkortól akár 100 éves korig is. Ezért fontos a népszerűsítése, és ezért fontos, hogy hozzáértő, képzett szakemberek segítsék a lovagolni vágyókat. A tanárképzés elképzelhetetlen a lélektan oktatása nélkül. A sporttal foglalkozó egyetemen a pszichológiának ennél sokkal nagyobb szerepe lehet, hiszen a sportolónak és az edzőnek egyaránt segíthet a versenyre való felkészülésben, a versenyzésben, a siker vagy a kudarc kezelésében is. Ezt a sokrétű feladatot látja el a pszichológiai képzés mellett a pszichológia tanszék. Különlegessége, hogy a tanszék oktatói maguk is sportolók. A tanszék vezetője dr. Lénárt Ágota pszichológus, pszichoterapeuta, a Magyar Olimpiai Csapat pszichológusa. Sportlövő szakedző, íjász, számszeríjász edző. Számszeríjászatban egyéni VB ezüstérmes, többszörös magyar bajnok. 1987 óta működik a TFN, a pszichológia tanszék. A kor követelményeinek megfelelően a pedagógia és a pszichológia szétválásával önálló tanszék életet kezdett ez a disziplina. A tanszék élete más egyetemeikhez hasonlóan 3-as alappilléren nyugszik, az oktatás, a kutatás és a gyakorlati munka 3-asát képzi. A pszichológia oktatása minden szakon a szaknak megfelelő tanterv szerint zajlik. A tanszék kutatási feladatai elég széleskörűek, egy néhány területet szeretnék csak felvillantani ezek közül, például a droghasználattal kapcsolatos problémák elemzése, a stressz, a szorongás, a különböző tesztek magyar adaptációja, mikromozgások elemzése lézeres és optoelektronikai rendszerekkel. Vizsgáljuk a válogatott kerettagokat, az olimpiai kerettagokat, és fel is készítjük őket a csúcs teljesítményre. A látáshatékonyság, a baleseti mechanizmusok és a tanácsadás ugyanúgy a tanszék munkakörébe tartozik, mint például a mozgásfejlődéssel kapcsolatos kutatások, a kiválasztás, a beválás, a megküzdési stratégiák vizsgálata és a koedukált sportolás. A kutatásban részt vesznek a PhD-s hallgatók is, és részt vesznek a TDK-sok is. A tudományos diákköri hallgatók adják azt az utánpótlást, illetve az utánpótlás egyik ágát, akikből a jövő szakemberei kerülnek ki.
A tanszék sok szép eredménnyel büszkélkedhet, mind a hazai, mind a nemzetközi tudományos konferenciákon jó eredményt értek el a hallgatóink. A sportpszichológiával kapcsolatosan egy örömteli dologról számolhatunk be. Tavaly Magyarországon elsőként sikerült beindítani a sportpszichológus szakképzést, amely pszichológusok számára egy szakirányú képzettséget, végzettséget fog jelenteni. A tanszékhez kapcsolódik még a sportlövészet is. Ehhez a hallgatók tevékeny részvételével, mondhatni a kétkezű munkájával, egy kis lőteret sikerült létrehozni. Így a lövészet már a tantárgyi szinten beépülhetett a mindennapos sportszakmai munkába. A tanszék szolgáltató tevékenységének körébe tartozik a diák tanácsadó szolgálat üzemeltetése, melynek keretén belül tanácsadás, felkészítés, hétköznapi élet problémáinak megoldása zajlik. Ez a szolgáltatás ugyanúgy, mint más egyetemeken kiemelt jelentőségű, hiszen ennek megfelelően a hallgatók mindennapos problémáiban nyújt eligazodást szakemberek segítségével. A kutatás és az oktatás mellett a harmadik pillér a sportolók ellátása, melynek során a pszichológusok elméleti és gyakorlati ismereteiket tudják hasznosítani a sportolók felkészítésében. Bízunk abban, hogy szép olimpiai sikerekhez járulhat hozzá a maga eszközeivel a pszichológia tanszék. Sokak szerint az intézmény leginkább irigyelt szervezeti egysége a sportjáték tanszék. A vélemény háttere az, hogy a sport önmagában is nagy, világméretű játék. Hát nem kitüntetett az a tanszék, amely már hivatásszerűen főfoglalkozásban játszik, és ezt még a nevében is hordozza? A sportok közül a nagy közönség körében a legnépszerűbbek a labdajátékok. Ezért népszerű a sportjátékok tanszék is, hiszen itt oktatják a hagyományos játékokat, labdarúgást, kézilabdát, kosárlabdát, röplabdát és teniszt, és olyan újonnan népszerűvé vált sportokat, mint a floorball vagy a korfball. A tanszék vezetője Mocsai Lajos mestertanár, a magyar bajnok és kekgyőztes MKB Veszprém kézilabda csapat edzője. A játékok, a játék elmélete, a homo ludens, a játékos ember nagyon fontos az egyén fejlődése szempontjából is, hiszen a játékban megtalálható kreativitás, az a pszichomotoros kultúra, amely mentén fejlődik a gyerek, megtanulja a szocializáció során az egymással való viselkedés, az érzelmi intelligencia során megtanulja a küzdelmet, megtanul győzni és veszíteni, megtanulja az együtt való közös tevékenységet. Tehát összességében azt gondolom, hogy van minden játéknak a maga specifikuma, amely a koordinációtól a fizikai képességekig, a stratégiáig tart, és ezen túlmenően az egyén fejlődése során a játékon keresztül megtanulja az élethez szükséges legfontosabb. A játékokba való bevezetés a testnevelési játékokkal kezdődik. Ez a testnevelés órákon játszható játékcsoport vezeti be a gyermekeket a szabályozott, rendezett, közösségi játék világába, ahol a gyerek megtanul egyáltalán játszani, szabályok között küzdeni. Tanszéki kutatómunkákat jelentős mértékben három területre fókuszáljuk. Az első az általános elméleti kutatás, ahol a játék elméleten keresztül az egyes sportágak azonosságait és különbségeit vizsgáljuk. A másik terület az oktatás, nevelés és a módszertani munka, amely elsősorban a korcsoportos képzésekre vonatkozik, illetve az iskolákban zajlik. A harmadik terület pedig a sportszakemberek képzésében valósul meg. A széles bázisú alapképzés felől az évek során az edzőnek készülő hallgatók egyre inkább sportág specifikus képzést kapnak. Ez lehet a kiugrási pontja azoknak a nagyszerű szakembereknek, akik az elméleti felkészülés mellett az edzői munka gyakorlati tapasztalataival is felvértezve világszínvonalon a sport nemzetközi világában öregbítik a magyar edzőképzés és ezzel együtt ennek a tanszéknek a hírnevét is. Az edző személye, illetve a sporttal foglalkozó sportszakember, inkább így hívnám, mert már többet kell tudnunk jelentős mértékben, mint csak egy edző, hiszen
az elvárások rendkívüli módon megnőttek a képzés, illetve hát maga a sport oldaláról. Az edzőnek olyan képességekkel kell rendelkezni, a retorikai képességekkel, a sport szakmai kompetenciával, a példakép funkcióval, a motivációs készséggel és avval a karizmával, amivel meg tudja valósítani a munkát. Hát ez a legfontosabb. És ma komoly sporttudományos ismeretek nélkül komoly nemzetközi eredményt nem lehet elérni. Ez a hitvallás teszi lehetővé, hogy a tanszéken az egészségtudományi és sportorvosi tanszékkel együttműködve ma egy olyan kutatás zajlik, amely Magyarországon mindenképpen egyedülálló és újszerű. A vizsgálat naplakészen mutatja a játékosok edzettségi állapotát, motivációját, és ennek segítségével az adott feladatnak legmegfelelőbben állítható össze a legütőképesebb csapat. Az a kutatás hosszú távú célja, hogy létrehozzon egy olyan adatbázist, tesztrendszert, amely segíti a fiatalok felkészülését. Korai szűrőként jelezhet egy játékos élettani problémája esetén, és az illető időben szakorvoshoz küldhető. 2007. decemberétől elkezdtünk egy tudományos kutatást az MKB Veszprém csapatánál, Mocsai Lajos vezetőedző segítségével. Ez a kutatás tulajdonképpen egy élettani paramétereket kutató eljárással köthető össze. Napi szinten regisztráljuk az edzéseket, illetve képet kapunk a fiúk egyéb hemodinamikai paramétereiről is. Ezáltal próbálunk egyére szabott edzésmunkát kialakítani annak érdekében, hogy javulhasson a csapat teljesítmény. Ez tehát a TF, a sportok és a mozgás tudományának szentélye. Sportolni tudni és a sportról tudni. Ezt a tudományt viszik magukkal azok, akik itt szereznek diplomát, hogy ezt a tudást továbbadják, megszerettessék, hogy a sportolók minél jobb eredményt érjenek el, hogy a rendszeres testmozgást minél többen megszeressék és műveljék. Szellemet, erkölcsöt, erőt egyesíts, ez a TF jelmondata több mint 80 éve, és ez ma is, a Semmelweis Egyetem testnevelési és sporttudományi karaként. Mert ez az egyetem a TF.